A szekszárdi önkormányzati bizottságokban nem volt teljes egyetértés a 2024-es költségvetés tárgyalásán, így nem tudtak döntést hozni. A rendelet elfogadását az Éjjel-Szekszárd frakció nem támogatta. Az ő módosításukat pedig mi nem támogattuk, miszerint a módosítás arról szól, hogy a TAR KSC-nek a költségvetés külön soron rendelkező 40 millió forint támogatást, annak csak egy negyedét adnák oda, és a következő valamikor márciusban döntenénk a fönnmaradó 30 millió forintról. A kérdést február 29-én a közgyűlés fogja eldönteni. De ez a módosítás, ez nem kicsi módosítás. Ez gyakorlatilag az, amit már az előző évben is lehetett látni, hogy a TAR KSC-t gyakorlatilag az Éjjel-Szekszárd nem szeretné semmilyen támogatásba részesíteni. Ebből tavaly ősszel volt erről egy többfordulós közgyűlés, bizottsággyűlés, stb. Voltak különféle Facebook üzengetések is, de ott ebből kibújtak és kihátráltak, ezt vitatták, hogy egyáltalán nem is volt ilyenről szó, de ez most megint kiderült. Ez azt jelenti, hogy továbbra sem szeretnék támogatni a TAR KSC-t. Szekszárd megyei jogú város önkormányzata közgyűlése összesen 19 napi rendi pontot fog tárgyalni.